A farsangi időszak jó alkalom arra, hogy olyan külsővel mutatkozzanak a hölgyek, melyen máskor sosem mernének. Ilyenkor bátran elengedhetik fantáziájukat, és egy-egy ötletes frizurának köszönhetően garantáltan minden férfi szem rájuk szegeződik a farsangi bálon. A konty ismét közkedvelt lett a hölgyek körében, ezért fodrászunk egy igazán trendi, alkalmi hajviseletet készít modellünk hosszú hajkoronájából. Amíg a frizura készül, elmondjuk önöknek, mikor is döntöttek először úgy a szebbik nem képviselői, konyba tűzik hajukat. Középkor gótok. A nők hajviseletére nagy hatással volt az egyház, a ferencesek megtagadták a feloldozást a divatozó nőktől, ezért a hölgyek konyba fésült hosszú hajukat, különféle kalapok, fátylak, fejdíszek alá rejtették. Újkor reneszánsz. A reformáció hatására a nők középen elválasztották hajukat, két fonatot képeztek, és ezeket a fül előtt függőlegesen rögzítették. A hajfonat végét visszatűzték, majd vízszintes fonatok ritmikusan váltakozó sorrendjével tagolták a frizura tömegét. Ekkor ismét divat a gótika idején kedvelt fejköré csavart konyszerű hajviselet, amelynél a halánték hajat simán leengedték. Rokokó. A barokk stílus túlhajtásából fejlődött ki az új művészeti irányzat, jellemzője a finomkodó, bonyolult díszítések sokasága. A nők egyre magasabb hajviseleteket hordtak, az elképesztő magasságokat kenderkóc alátétekkel és drótvázakkal érték el. Az óriási frizurák tetején fantasztikus alakú fejdíszek voltak, tornyok, hajók, kalitka, olykor élő madárral. Legújabbkor empire. A nők hajviseletére jellemző az empire konty. A konty vége a diktatórum idején, a tarkón, a konzulátus idején a fejbúbján volt található. Az arcot göndörfürtök szegélyezték, a hajviseletet tollal és virágcsokorral egészítették ki.